számolni teljesen mindig. Én kezdünk a dolgot, most is dolgozik, húzom őt, és nem az övé, hanem ide fogunk. Úgy jön, hogy bent van. Rá lehet fogni kezére, vagy csak tartod. Arra figyelj, hogy a könyököm az itt van ki. De ott, tehát ez nem így nem lehet. Ez így nehéz számolni, mindig le van zárva a kezem. De nem húzom föl a vállamra, mert egyik nehogy ide megkocsuk kettőt, tehát nem így a fejem fölött megáll, mert akkor beleáll a fejem a szőnyegbe. A rakéta is ezt a szőnyeget is szétszedni, szóval meg az mindenki fáj, mindenki mi van alatta. De szóval húzom őt, jó, még kiteszem oda, és megint ez a jobb kezem, de ide maga mögé leütni. Ezért próbálom húzni egy kicsit. És ezért csak ráfog, annál könnyebb. Most ezt be kell sűjeszteni alá. Minden jobban alá, akkor jobban rám esik. Ha nem sűjesztesz be, akkor totál egyenes valami. Mert ha nem sűjesztek be, hiába dugunk ki a fenekem, ugye ő egyenes, és innen el kell bemenni. Úgyhogy én most lesűjesztek el, és ezek ide rám dől. Ha most így tudok könnyében rám esik, rám bukik rajta. Jó? Szóval ezt a sima alapvány, akkor meg sem gondolt el, hogy ugye jövök rossz. Azért, hogyha bevetődsz, hogy a lábaidat nem kell. Egy annyira súlykontja már néz,
nem nincs elég benne, átbudik rajtad, még mondom is, hogy van hátránya, mert hogyha így érkezel, egy hátul mögött van, egyből tud már dolgozni, dolgoztam a lábaszról, azért nem veszélytelen, de jól csinálod, ha tényleg van úgy bent vagy, minden csak dőlök elő, és húzod, de az, hogy látni kifordulok és húzod. Én kiadom, hogy bele, mint fejlesz. Oké, és szóval még egyszer így néz ki, bollal, dőlök át, hátul. Jó, és jó,